2024-ben érkezik a The Boys, azaz magyar nevén a fiúk negyedik évada, amelyhez Jeffrey Dean Morgan is csatlakozott, úgyhogy ez idő alatt megnézzük, hogy milyen is volt az előző három évad, illetve a későbbiekben mindenképp kifogok térni a Gen V, azaz a V generáció spin sorozatra is. A széria eddig mindössze három évaddal rendelkezik, és ugye az előbb említett spin-off tartalommal, amelyek mindegyike összesen 8 részből áll. Azonban olyan hírek is szájra kaptak, hogy egy Mexi mellék sorozattal is bővíteni szeretnék a The Boys világát, tehát már tényleg egy franchise-zál kezdi kinőni magát a szupik univerzuma. És innentől kezdve szpoilerek következnek, szóval hogyha nem látjátok a sorozatot, amire kevés esélyt látok, akkor mindenképp nézzétek meg, aztán durancsátok vissza a popótokat a videóhoz. A történet egy olyan világban játszódik, ahol a nagyhatalmú egyéneket kősként ismeri a nagyközönség és az erőteljes Vote International vállalatnál dolgoznak, amely őket foglalkoztatja. Hősi személyiségünkön kívül a legtöbb arrogáns és korrupt. A sorozat elsősorban két csoportra összpontosít, a hetekre, a vót első számú szuperhős csapatára, és a névadó fiúkra, akik éberen figyelik a vót és a korrupt, korrupt szuperhősének lebontását. Tehát rendkívül érdekes a koncepció, hiszen nem igazán láttunk még olyat, amikor a szuperhősöket így ábrázolták, hogy alig csinálnak valami jót, és szinte csak a pénz miatt tartanak ott, ahol. A sorozat pazar karaktereket tudhat a soraiban, akik mára már a popkultúra részévé váltak, és a legtöbb sorozat rajongó tudja, hogy kiről van szó, amikor meghallják például Hazafi nevét. Ugye ő vezeti a heteket, amely az általunk ismert szuperhős csapat. Hazafit lehet egyébként gyűlölni és szeretni, hát személyes vélemény szerint eléggé antipatikus, de mégis annyira karizmatikus. Félelmetes és jellegzetes figura, akit alig várunk, hogy újra láthassunk a képernyőn. A nyilvánosság előtt hősként adja el magát, de mi nézők mélyebben is megismerhetjük, hogy mennyire egy szadista figura, aki keveset törődik mással, senkinek sem tud megfelelni, vagyis hát pontosabban senki sem tud neki megfelelni, és minden vágya hatalom. És tényleg azt kell mondanom, hogy így kell egy kibaszott jó antagonistát megírni kiválóan működik. Minden megvan hozzá a jól kidolgozott gonosztevő receptjéből, és a színész Anthony Starr is elképesztően jó választás volt, ez a szerep tényleg neki lett kitalálva. A szupik sorát erősíti még Annie, az csillagfény, aki kénytelen szembesülni azzal, hogy mi zajlik a vótnál, hiába ez volt az álma, hogy egyszer ő is hős legyen, sajnos már az első napon olyan dolog történt vele, amely mély nyomot hagyott benne, és ezt lehet szó szerint érteni, hogy hagyott benne. Na mindegy, hogyha láttatok, akkor tudjátok, mire gondolok. A színésztő egyébként itt is szintén remek választás volt, és a Supi közül, ha természetesen hazafi mellett, ő az egyik legérdekesebb karakter. Ez annak is köszönhető, hogy romantikus kapcsolat alakul ki közte és Húi között, és ő az egyetlen, aki megkérdőjelezi a hűségét a hetekkel szemben, és ő szintén segíti a nyilvánosságot, nem úgy, mint a többiek. A szerelmi száláról pedig azt érdemes tudni, hogy a fiúk csapatához tartozik, tehát a szupi ellen tevékenykedik. Ahogy lenni szokott, semmi sem maradt titokban, és ez az információ ki is dergült a karakterről, amely nagy fordulat volt a szériában és a két szereplő életében is. Továbbá a hetek tagjai közül sorolható még Mév királynő, aki szintén kezdi elveszíteni hűségét a csapatból, áttetsző, aki húi kezi által hagyja el a földi világot, tehát meghal, a vévegyület függője express, a nőket megszégyenítő mélység és a titokzatos fekete noár. És összességében elmondható a szupikról, hogy nagyon jól megírták őket, mindenki egyedi képességgel rendezik és különleges. A csapat pedig értelemszerűen a többi évadban bővül, de erről majd a későbbi kibeli szélökben lesz szó maga a fiúk csoportot sem szabad szó nélkül hagyni, hiszen újfentre megbeszabott karakterekkel van dolgunk, kezdve Karolben fantasztikus figurája, aki nem fél kimondani, amit gondol, és minden beszólásán, hát majdnem összeszarjuk magunkat a rögéstől. Ugye ő vezeti a fiúkat, és cél, hogy likvidálja vagy felfedje a szupik és a vót valódi kilétét. Különös kapcsolata van hazafival, hiszen számára ő a legnagyobb ellenség, mivel a felesége rejtényes eltűnéséről ő tedd. Persze ez mind kiderül az utolsó részben, hogy mi történt vele, amely iszonyatosan nagy csavar volt, és tényleg olyan volt, amire nem számítottunk, hogy azt hittük, hogy meghalt a felesége, és mégis életben van egy, ugye a későbbi évadokban erre még több információval szolgálnak nekünk, szóval nagyon-nagyon jó ez a, ez a rész, az utolsó rész, illetve maga Carol ben karaktere és William Butcher, ugye? És a csapatot erősíti még Huey, aki szintén barátnője miatt akar bosszút állni a szupikon, anyatej, ő, ő a legszebb nevű karakter egyébként, ő is egy kibaszott jó megírt karakter, szóval ő vezeti a csoport ő tervezését, ő felelős ugye ezért francia, aki szintén annyira zseniális, hogy azt nem tudjátok elhinni, mondjuk ha láttatok, akkor el tudjátok hinni, ő is ugye nagyon jártas a fegyverkereskedésben, és a fiúk egyébként még összeállnak egy távol-keleti szupival is, és több más karakter is segít nekik céljuk elérésében, és itt is ugyanezt tudom elmondani, mint a, a szuperhősök elemzésénél, hogy az egyediség, a változatosság kibaszottul jól meg lett valósítva. Nagyon-nagyon soka, sokat hozzátett a szériához, hogy mindegyik szereplő más-más motivációval vágott neki ennek a borzasztóan nehéz feladatnak, és egyszerűen zseniálisak a karakterek. Mindenkit meg tudunk szeretni, és lehet velük azonosulni. És mindenkit féltünk, hogyha bármi történik, valami. Ugye például az utolsó részben Francit meg is lőtték, és hát az egy meglepő volt, amikor őt lelőtték, vagy meglőtték, de nem lett hála Istennek semmi baja. Úgyhogy tényleg hatalmas dicséret a karakterek megírásának, és az egész sorozatnak pazar lett tényleg. Az első évad fő konfliktusa a fiúk és a hetek közti párharcot kívánja bemutatni, amely már önmagában érdekes koncepciónak hangzik, de a megvalósítás is az lett, de mennyire az lett. Már az első részben bedobnak minket a mévízbe, szinte egy uh, inmédiás rest történik, és váratlan durva dolgoknak lehetünk szemtanúi. A cselekmény lehet -e néhol lassan, de az összképet nézve dinamikusan építkezik, amely irgalmatlan mennyiségű fordulatot tartalmaz, hát egy évad alatt, hát nem is tudom mennyi fordulatot láttunk, de rengeteget. Pazar lett egyébként a forgatókönyv, ahogy ugye a karaktereket is kielemeztük bővebben, és a történet is remek lett. Negatívunként talán én még azt tudnám felhozni, legalábbis szerintem, hogy kicsit nehezen tudja beszippantani az embert ez a világ, mert tényleg nem a megszokott szuperhősös sémát láthattuk 2019-ben, én is szkeptikus voltam kicsit a dologhoz, de végül nekiálltam, ugye Az még fontos, épp itt elmondani még a kibeszélőben, hogy én most láttam először a sorozatot, szóval úgy mondom el a véleményemet, de hát annyira népszerű, tök sokan ajánlották már nekem, úgyhogy mondom elkezdem, és kicsit nehezen álltam hozzá, de egyáltalán nem bántam meg, mert ö, zseniális lett rengeteg vér van benne, szexualitás, keményen belállnak a mai politikai korrektségbe, ami kurva jó, annyira örültem neki. És szinte minden megtörténik, amit el se tudunk képzelni. Úgyhogy zseniális, és hogyha nem kezdtétek el, és kicsit skeptikusok vagytok, ahogy én voltam, mindenképp álljatok neki, ha türelmesek vagytok, akkor nagyon-nagyon el, el tud kapni titeket a széria, és akkor nem lesz megállás, és tényleg csak azt várjátok, hogy mikor nézhetitek újra a következő részt. Viszont ez a video ennyi lett volna, mindenképp írjátok le, hogy nektek hogy tetszett a Nord Boys első évada, aztán legközelebb fogunk találkozni, megnézzük a második évadot, majd a harmadikat és aztán a Gen V sorra fog kerülni, úgyhogy folytatjuk ezt a Retro kit Ritikát visszatekintős kis sorozatunkat, úgyhogy addig is lájkoljatok a videót, iratkozatok fel, Csatornatagság, szuper köszi, möszi. minden fini-mini tejetek meg, na no, puszi-muszi!